Jó estét kívánok, tisztelettel üdvözlök mindenkit a Magyar Asztronautikai Társaság és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Világűrtársadalom Tudományi Kutatóműhely első közös programján, aminek témája az űrbányászat, ennek aktuális kérdései és jövőbeli kihívásai. A Magyar Asztronautikai Társaságot talán már az itt lévő hallgatóknak, akiket szeretettel üdvözlök, nem kell bemutatni. Az új kutatóműhelyt, amit a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen belül jött létre, azt talán annál inkább. A világűrtársadalomtudományi kutatóműhely, ahogy a neve is jelzi, azokat a tudományágakat szeretné a világűr felhasználásával kapcsolatban erősíteni, amelyek idehaza eddig tudományos igénnyel kevésbé voltak kutatottak, illetve egyes egyetemeken természetesen már foglalkoztak vele, de talán intézményi szinten még nem. A kutatómai ősszel jött létre, és ennek az első programja az, amit ma kínálunk Önöknek. A témák az űrbányászat, ami most egy rendkívül izgalmas téma. Gyakorlatilag nem tudunk úgy kinyitni online hírportálokat, hogy valamit ne halljunk az űrbányászat kapcsán, akár csak az Osiris Rex-nek a legújabb missziójával kapcsolatban. Még nem klasszikus űrbányászat, de könnyen összekapcsolható ezzel kapcsolatban. Azonban egyelőre több a kérdés, mint a válasz. Ezért gondoltuk azt, hogy érdemes lenne egy panorámaképet adni arról, hogy hol tartunk most, és meghívni azokat a szakértőket, akik a kérdés egyes rész területeivel behatóbban foglalkoznak. Ha már egyébként űrbányászatról beszélünk, akkor itt szeretném megjegyezni azt a nagyon igaz megjegyzését Almár Iván professzor úrnak, akivel nyáron beszélgettünk a témáról, és ő megjegyezte, hogy egyáltalán nem jó az a cím, hogy űrbányászat, meg ez a név sem adekvát, hiszen az űrben nem bányászunk semmit, az űrben igazából a bolygó égi testközi térben, aztán majd a csillagászok kijavítanak, hogy teljesen adekvát módon fogalmazta meg, ott nincsen semmi, legalábbis olyan, amit bányászhatnánk, tehát sokkal adekvátabb lenne azt mondjuk, hogy égitestek és a hold ásványanyagainak kitermelése a Földön kívül. Nyilván egy olyan címet akartunk választani, ami kifér a lapra, ezért választottuk ezt a címet, hogy űrbányászat. Na, minden igaz, akkor majd professzor úr is hozzászól azokhoz az expozékhoz, amiket most meg fogunk hallgatni. Az előadóink, akiket felkértünk, nem udvariassági sorrendben, hanem ahogy én látom a képernyőn őket, illetve hogy a megszólalásuk lesz. Dr. Bot előtt a Magyar Asztronautikai Társaságnak az elnöke, csillagászfizikus, dr. Bérci Szanisztó egyetemi docens az ELTE-ről, csillagászfizikus, professzor Súlyog Gábor a Széchenyi István Egyetem nemzetközi, Európa és Nemzetközi Jogi Tanszékéről, illetve tagja az NKL kutatóműhelynek is, illetve a Magyar Tudományos Akadémia tudományos főmunkatársa, és végül, de nem utolsó sorban dr. Kucma Ádám, jogász, a kutatóműhelynek a kutatója, és akinek a kutatási területe az űrbányászat. A tematika az úgy épülne fel, hogy azért, hogy ne egyből kérdésekkel válaszokkal kezdjünk, mert akkor talán senkinek nincs alkalma igazából kifejteni egy-egy problémát, hiszen minden egyes probléma, kérdéskör, amit érinteni fogunk, az egy külön-külön estét megérne. Ezért az előadók 10-10 percben fejtik ki a szakterületekhez tartozó legfontosabb kérdéseket. Ezt követően pedig lehetőséget biztosítanánk kérdés-válaszokra, úgyhogy én arra biztatok mindenkit, aki most hallgat minket, hogy a Zoom-on, a chat ablakban tegye fel a kérdésüket, amiket én majd be fogok olvasni, illetve én is készültem természetesen kérdésekkel, tehát a rendelkezésünkre álló másfél, maximum két órát, ezt abszolút interaktívan szeretnénk eltölteni, hogy a legtöbb információhoz jussunk ezzel a témával kapcsolatban. Üdvözlöm minden előadónkat, nagyon örülök, hogy itt vagytok. Azt hiszem, hogy logikailag úgy épül fel a legjobban, hogyha azzal a kérdéssel kezdünk, hogy hol tartna a tudomány. Egyáltalán, ugye, amikor azt halljuk, hogy az Osiris Rex micsoda hőstettet hajtott végre több száz millió kilométerre, amikor egy maréknyi, vagy annál egy kicsit több kőzetet hozott magával, hoz vissza a Földre, akkor hogy jutunk el oda, hogy majd tényleg bányászni fogunk a Holdon? Ezt a kérdésemet Bot előtthez intézem, első körben. Előtt tiéd a szó. Jó estét kívánok! Tehát én azt szeretném röviden összefoglalni, hogy hogyan jut el a kozmikus anyag
a földre. Hát két lehetőség van, eljuthat magától, és elhozhatjuk. Ez a két lehetőségünk van. Az, hogy magától eljut, azok ugye a meteoritok, amikről majd Bérci Szaniszló rengeteg érdekes dolgot fog elmondani, hogy ezek milyenek, meg minden. Naponta néhány ezer tonna anyag hull le a földre, csak az a baj, hogy ami túl kicsi, az elég a légkörben, ami túl nagy, az még rosszabb, mert az ugye a dinoszauruszok tudnának erről mesélni, hogy milyen pusztítást tud okozni, de a Cseliabinszki esetre még mindannyian jól emlékszünk, hogy 2013-ban csak az volt a nagy szerencse, hogy halálos áldozata nem volt, sebesültje viszont annál több a meteor felrobbanásának. Amik viszont közepes méretűek, nem túl kicsik, nem túl nagyok, azokat össze lehet gyűjteni, a meteorkutatók összegyűjtenek, és hogy abból mit tudnak megállapítani, arról majd Bérci Szaniszló fog beszélni. Arról is, hogy ezeket a meteoritokat elemezni lehet, és ki lehet deríteni azt, hogy vannak köztük olyanok is, nem túl nagy számban, amelyek esetleg a Holdról jönnek, a Marsról jönnek, sőt, újabban már azt is azonosították, hogy a Vesztáról, a Veszta nevű kisbolygóról is érkeznek meteoritok, ugye? Mert ha ezeket az égitesteket egy erős becsapódás éri, akkor onnan kidobódik az anyag, eléri a szökési sebességet, és aztán kóvályog egy pár millió évig a világűrben, és esetleg éppen eltalálja a Földet, de minden esetre a szakemberek az összetételük alapján azonosítani tudják, hogy ez most csak úgy a világűrből jött, vagy honnan jött, vagy esetleg valamelyik égitestből dobódott ki. Na most mit lehet ezekkel kezdeni? Hát tudományos célra az teljesen nyilvánvaló, hogy tudományos elemzésnek lehet alávetni. Oktatásra, népszerűsítésre, múzeumokba ki lehet állítani, itt a jobb felső képen éppen egy hatalmas vasmeteoritot látunk a Bécsi Természettudományi Múzeumból. Oktatásra arról majd Bérci Szaniszló fog beszélni, hogy náluk az egyetemen milyen kőzetminták vannak, és milyen anyagokat tudnak vizsgálni. Lehet-e ezeket gazdasági célra hasznosítani? Kérem szépen, egy Beringer nevű mérnök Amerikában 1905-ben rájött arra, hogy az alsó sarokban látható képen a később róla elnevezett meteor krátert esetleg egy becsapódó kozmikus test üthette, egy vasmeteorit, és úgy gondolta, hogy ha itten kicsit beás a kráter mélyére, akkor ezt a vasat ki lehet emelni, ki lehet termelni, és óriási milliárd dolláros üzletet lehet ebből csinálni. Na most 27 évig ásogatott, aminek az lett az eredménye, hogy a vasat nem találta meg, ő viszont csődbe ment, tehát a 27 év alatt elfogyott minden pénze. Erre majd gondoljunk akkor, amikor ilyen óriási reményeket fűzünk ahhoz, hogy majd mi mindent fogunk mi kibányászni a különböző kisbolygókon. Na ugye ezek azok az anyagok, amik eljönnek maguktól a Földre. Hát erre nem lehet számítani, hogy majd jönnek, és majd pont akkora fog jönni, ami nem pusztít ki minket, de azért még éppen jó. Úgyhogy másik lehetőség az, hogy elhozzuk az anyagokat. Hát hoztunk a Holdról anyagokat. Mennyit? 380 egy néhány kilogrammot a 6 különböző Apollo küldetés során, amiket hát egyrészt múzeumba ki lehet állítani, másrészt szintén ugye tudományos vizsgálatnak lehet alávetni, protokoll ajándékok formájában szerte szét el lehetett ajándékozgatni a világon mindenfelé, aztán most a NASA keresgéli, hogy hova lettek ezek a kőzetek, amiket könnyelműen elajándékoztak olyan országoknak, akik aztán nem vigyáztak rá eléggé. Oké, nem is erről szeretnék én beszélni, hanem arról, hogy mibe kerül ez. Az Apollo program költsége 25 milliárd dollár fölött volt, akkori dollárban. Ezt átszámítják, és ezt azt mondják, hogy 156 milliárd mai dollárnak felel meg körülbelül.
Na most, ha figyelembe veszük azt, hogy nem azért mentek oda, hogy kőzet mintákat gyűjtsenek. Ugye ez hát köztudott, hogy Kennedy elnök egy szót nem szólt arról a kongresszusi beszédében, hogy kőzet mintákat kéne gyűjteni a Holdon, hanem azt mondta, hogy meg kell előzni a szovjeteket. Vegyük azt, hogy a kőzet mintákra fordított költség, az az Apollo program teljes költségének a 10%-a. Ha ezzel számolunk, akkor kiderül, hogy 1 gram anyagnak, 1 gram holdi kőzetnek vagy pornak a földre hozatala, az körülbelül 400 ezer dollárba került. 400 ezer mai dollárba. Nem kevés pénz, de 5 perc múlva már vissza fogjuk sírni ezeket a számokat. Holdról hoztak automatákkal is lényegesen kevesebbet, hát ugye látjuk, hogy a 300 kilogrammal szemben a szovjetek 3 Luna szondával 300 grammot hoztak. Ennek is jó ára van egyébként, mert egy árverésen, ahogy látják, 0,2 grammot eladtak 440 ezer dollárért. Tehát az ár az valahol ugyanabban a nagyságrendben mozog. Nyilván itt nem centre pontosan számolunk, csak a nagyságrendeket próbálnám érzékeltetni. Próbáltunk üstökös anyagot is hozni, legalábbis a NASA megpróbálkozott ezzel, és a Stardust nevű szondáját egy különleges anyaggyűjtő berendezéssel, egy úgynevezett aerogél nevű anyaggal berepítette az üstökös fejébe, és ott 1 milligram üstökös port összegyűjtött. Ha figyelembe veszük, hogy mennyibe került ez a küldetés, akkor ha 1 grammot gyűjtöttek volna, akkor az 1000-szer ennyibe került volna, tehát 200 milliárd dollárért szereztünk volna 1 gram üstökös anyagot. Hát ez nem az az igazán jó üzlet, de tudományos célra nyilván a tudományos eredmények azok óriásiak. Ugye ott a címben az üstökösök, hát ott a többes számot azt mindjárt le is húztam, hiszen eddig erre egyetlen egy példa volt az űrkutatás történetében. Nem így a kisbolygóknál, ahol a japánok a Hayabusa szondát már 2003-ban elküldték az egyik kisbolygóhoz. 2010-ben vissza is érkezett a minta. Oké, mikroszkopikus szemcsék, minden. Körülbelül 1 grammot hoztak, egyes források szerint kevesebb, mint 1 grammot, de minden esetre nagyságrendileg 1 gram mintát szereztek 100 millió dollárért. Oké, az Apollóhoz képest meglehetősen drága mulatság, az üstökös mintához képest viszont tiszta olcsóság. 100 millió dollár. Oké, nézzük tovább. Egy másik kisbolygót megvizsgált a ugyancsak japán Hayabusa 2 szonda, amelyik hát már úton van a Föld felé, és nagyon-nagyon közeledik. Reménykedjünk abban, hogy ezt a 0,1 gram mintát a 150 millió dolláros küldetés jövő hónap elején, Mikulásra, december 6-án vissza is juttatja a földre, ledobja, és akkor sikerül megtalálni ezt a tartályt, amiben a minta található, és ha ezt sikerül megtalálni, akkor ezt az 1 gram anyagot grammonként 1,5 milliárd dollár költséggel meg is szereztük. Nem kevés pénz. A harmadik ilyen küldetés pedig, ami hát nemrég szerepelt a sajtóhírekben, ez a NASA-nak az Osiris-Rex szondája, amelyik a Bennu nevű kisbolygóról vett mintát. Hírek szóltak arról is, hogy egy túl jól sikerült a mintavétel, mert be se tudták csukni a mintavevő tartónak a fedelét, és egy kis minta kiszóródott, de így is a becslések szerint végül aztán bezárták, és hamarosan elindul a Föld felé a küldetés, és úgy becsülik, hogy több száz gram mintát sikerült összegyűjteni. Itt a problémák miatt ennek nem tudják útközben megmérni a tömegét, majd akkor fog kiderülni, hogy ez hány száz gram, amikor visszaérkezik a Föld,
földre. Erre még várni kell, mert ez 2023. szeptemberében esedékes. De ha minden jól megy, és ezt sikerül megszerezni, akkor grammonként 1-2 millió dollárért hozzájut a NASA ehhez a kisbolygó anyaghoz. Oké. Na most mi van a Marssal? A Marsról is tudunk anyagot szerezni. Kérem szépen, ez egy nagyon-nagyon bonyolult vállalkozás, bonyolultabb az eddigieknél, hiszen már úton van a NASA-nak a Mars 2020 szondája, amelyik majd a Perseverance marsjárót leteszi a Marsra jövő február környékén. Az ott elkezd dolgozni, összegyűjt néhány mintát kis kapszulákba. A 2026-os indítási ablaknál elindul két űrszonda, az egyik azért, hogy egy leszálló egységet letegyen a Marsra, és az majd ott megpróbálja összegyűjteni a 4 éve ott deponált mintákat. Aztán a jobb felső sarokban látható kis rakétával fölküldi Mars körüli pályára, ahol a harmadik szonda befogja ezt a tartályt, és visszahozza a Földre, így 2031-ben 11 év munkával, nem számítva ugye a első szonda kifejlesztését, már is meg tudunk szerezni remények szerint 6-700 gram Mars talajt. Itt még nincsenek költségbecslések, de ha mondjuk mind a három szondát megcsinálják annyiból, mint a Mars 2020-at, akkor körülbelül 10 millió dollárért meg lehet szerezni 1 gram marsi talajt. Na most látjuk, hogy ezek horribilis számok, tehát esetleg gazdaságosabb lehet, hogyha nem hozzuk el a Földre, hanem ezeket az anyagokat ott helyben használjuk föl. Hogy ez mennyire sci-fi, mennyire valóság, erről majd később még beszélhetünk, meg Bérci Szaniskló is hozzá fog szólni ehhez a kérdéshez. Én minden esetre azzal szeretném összegezni az elmondottakat, hogy az anyagminták Földre hozásának nincs technikai akadálya. Tehát tudtunk hozni a Holdról is, tudtunk hozni üstökösből, kisbolygóból, reményeink szerint 2031-re ide érkezik a marsi minta is, úgyhogy megoldható. Na most ezek a megszerzett anyagok, ezek nem ipari méretűek, tehát még a 381 néhány kilogramm apollós minta sem az. Viszont a költségek azok elképesztőek, szóval ezek, hogy most egy grammot 100 000 dollárért, vagy milliárd dollárért, vagy millió dollárért szerzünk, ez nyilván irreálissá teszi azt, hogy ilyen áron ezek az anyagok megérnék. Kérdés az, hogy lehet-e ezeket a költségeket valahogy drasztikusan csökkenteni, illetve van-e olyan anyag, amelyiknek a megszerzése megér ekkora ráfordítást. Erre a jövőnek kell válaszolni, meg közgazdászoknak, meg ehhez értő szakembereknek. Én nyilván nem tartozom ezek közé. Én csak a kérdéseket teszem föl, és persze szóba kerül majd remélem a beszélgetés során az is, hogy ezeknek az anyagoknak a megszerzése, ez milyen célra, hogyan megengedett, legális vagy illegális, úgyhogy erről majd még fogunk beszélgetni, de a lényeg az, hogy a nagy költségekkel de meg tudjuk szerezni. Tehát ha valaki rászánja ezt a pénzt, akkor ide tud hozni akármennyi kozmikus anyagot. Köszönöm szépen, én bevezetőként ennyit szerettem volna elmondani, és megpróbálom visszaadni a szót Balázsnak. Köszönöm szépen. Abszolút fogunk arról beszélni, de nem a következő előadó, hogy ennek milyen jogi szabályozási kérdései, problémái vannak, hiszen látjuk most azt, hogy a kicsit megkövesedett nemzetközi jogrendet hogyan próbálja az Amerikai Egyesült Államok, ha nem is felpuhítani, de különutas megoldásokkal megoldani. Aztán most nagy kérdés, hogy majd mi lesz a Biden adminisztrációnak az álláspontja ezzel kapcsolatban.
De még mielőtt ezekre a kérdésekre rátérnénk, én Bérci Szaniszlónak adnám meg a szót, azzal az általános kérdéssel, hogy mit is találunk ezeken az égitesteken? Miért érdemes igazából oda menni, nem gazdasági értelemben, hanem mi az, amit ott találunk, és azok mire hasznosíthatóak? Igen, hát ez nagyon szép költői kérdés. Nem költői kérdésnek szántam. Metaorítás. Megválaszolásra. Igen. Azt tegyük először. Szeretettel köszöntöm a hallgatóságot. Én is írtam egy választ arra, hogy ez az űrbányászat, ez egy nagyon szép költői kép, egy költői megnevezés, mert hiszen, ahogy az előző eladásban Botelőd elmondta, teljesen irreális az, hogy itt ez valamilyen gazdaságos szinten valahogy bekövetkezzen. De nézzük meg, hogy milyen anyagok is vannak a kicsi égitesteken, mert az legfontosabb az az ismeretgyűjtés és az ismereteknek a rendszerbe foglalása. Tehát ez az első rész, ez most arról fog szólni, hogy mi az az anyagtípus, amit onnan be lehet gyűjteni. Általában már ugye az előző eladásban is szerepelt az Botelődnél, hogy lehullanak ezek a jól ismert égi vándorok, a kövek, vas, kő, meteorit és átmeneti típusok is közöttük, de nézzük meg ezeket, hogy ezek milyen szinten létező anyagok. Hát itt készítettünk egy olyan táblázatot, ahol a baloldali oszlopban vannak az egészek, és a jobboldali oszlopban egy kis nyíl mutatja, hogy mire lehet azokat szétszedni, de nem akárhogy, hanem csak egy következő szerveződési szintig. És látjuk, hogy jobbra-balra lévkedve, mint a kispondás a világfán, eljutunk a legalacsonyabb szintekig, mondjuk atommag szintig. Persze fordítva, amikor az építkezés zajlik, akkor az ellenkező útat járja be. És ez azért fontos, mert az anyagvizsgálatokkal látjuk, hogy melyik szintről beszélünk, melyik szintet vizsgáljuk. Például a kisbolygók is, majd látni fogjuk, hogy öves égitestek, olyan, mint a Föld. Hát hiszen éppen ez mozgatta az emberek fantáziáját, a Föld modell szempontjából a legforradalmibb vívmánya volt a kozmikus anyagok ismeretének, amikor már néhányszor 10 vagy néhány száz meteoritot ismertek, akkor lehetett tudni, hogy ezek egy ilyen szétvált, szételegyedett, differenciálódott kis égitestnek a maradék anyagai, és hát ehhez szeretnénk most eljutni, megnézve azt, hogy mik ezek a meteoritek. A kékkel bejelölt az éppen a kabai meteorit, de ennek most itt nincs jelentősége, ez mutatja azt, hogy a kék a jobboldali ilyen szemcsés kőzet rétegből származik, ami kőzet réteg a fölötte lévő égitestnek egy sárgával bejelölt tartománya. Ezt fogjuk mi most szétszedni, itt látjuk a teljes rendszer színezés nélkül, de az eligazodás kedvéért azt fogjuk látni, hogy mindent besárgítottuk azt a részt, ahol éppen járunk. Itt a legismertebb minta emeleten járunk, amikor valaki egy kézi példány kézbe vesz, elvágja fűrésszel, megcsiszolja, és látja bennük a szereplőket a kőzet szövetében. Ez nagyon fontos, mert a klasszikus bányászat is ezzel foglalkozott hosszú ideig, hogy tanulmányozta a kőzeteknek a szövetét. Ezekben látunk ilyen kis szemcséket, és ez azért fontos, mert 8 hullásból 7 ilyen szemcsés, ilyen gömböcskéket tartalmazó meteorit, de jobb oldalon látjuk a kőzet szövet szintjét megint besárgítva. Hát ez még az Antarktiszról gyűjtötték a japánok, az is ilyen, a kabai meteorit is ilyen. Tehát ez a bizonyos kézi példány, mindenki egy szép kőzetet fogjon a kezébe, és akkor el tudja képzelni, hogy mi az a kiindulási egység, ahol a vizsgálat kezdődik. Ez a vasmeteorit is van ilyen, és a vasmeteoritek régen ugye nyersanyagok voltak, csak persze a királynak meg a fáraónak készítettek késeket belőle. Itt látjuk a rajzát a meteoritnek, és most megyünk szépen lassan a belső szerkezet felé. Ez a szerkezet egy ilyen laminát, egy ilyen rétegekre bontott szerkezetet mutat, tehát lehet, hogy a kis égitestnek a felső ilyen egymásra települt rétegeiből való a kabai meteoritnak a belseje. Szintén szöveti kép, de látjuk, hogy egy kis átalakult kőzettípust látunk, a vizes átalakulás ezt az égitestet érintette.
a főszereplői ezeknek a gömböcskés meteoriteknek, ezek a bizonyos kis gömbök, kondromok, ezek ilyen milliméteres, tizedmilliméteres nagyságúak, és látjuk, hogy különböző típusok, nagyon szép mintájuk van, és ezek alapján lehet követni annak az égitestnek a fejlődés történetét, amikben ezek fölhalmozódtak. Mert hiszen ezek nagyon kicsik, mondom, ez mondjuk egy 100 mikron, 10 milliméteres átmérőjű, de a különböző mintázatokból ismerős szereplők vannak bennük. De fölfedezték, hogy ezek átkristályosodtak. És az átkristályosodás során vas vált ki belőlük. Itt a jobb oldali diagram éppen azt mutatja, hogy az oxidált meg a szénvas az különböző arányban van szerepel bennük, és ez már egy kémiai adat, megint be van sárgítva az emelet, itt pedig a szövet szinten látjuk ezt a bizonyos átalakulást a különböző vastartalmaknál. A vas mennyisége sosem egy 30% fölé, és ez is oxidált vagy fém állapotban van jelen, na de ebből sok hullik a földre. Ezeknek a segítségével lehet tájékozódni, hogy milyen életutat is jártak be a különböző kicsi égitestek, és a lényeg itt foglalható össze, látjuk, hogy a fölmelegedés során, a rádioaktív elemek főfűtése során belülről egészen járható módon fölmelegszik az égitest, ettől lesz ilyen öves, ahogy látjuk a jobb oldali diagramon, alul pedig az a korszak látszik, hogy a legnagyobbak, például a Vesta, egyrészt összegyűjtötte a vasat, ami hát itt egy ilyen vasszerű magban szerepel, de egy második lépésben, hogy ezek parciális olvadások, részleges olvadások, mint a kohászatban. Ott is marad a salak, de olvad a vas. Itt a bazalt ömlött a felszínre, és azt látjuk, hát itt látjuk a bazaltról az egyik meteoritet ebből a gyönyörű szép japán gyűjteményből, és itt pedig látjuk a metszetét, mint egy ilyen sajt cikkely ábra, legbelül a vas, és a különböző meteorit típusok rétegeket alkotnak ebben a kicsi égitestben is, tehát ez megmagyarázza, hogyha ezek széttördeltek, miért látunk nagy mennyiségben vas meteoriteket is, és miért látunk más típusúakat is. Itt megint össze van foglalva a fejlődés történet, a homogéntől elindulva az öves kisbolygóig, és a végső korszak az, amikor ezt darabolódással széthasítják az ütközések, amik azután, ahogy a bot előző előadásban elmondta, földre is juthatnak. Most azért nem megyünk tovább, csak az utolsó ábránál megállunk, mert valószínűleg, hogy hagyunk egy kis időt a holdra is, azt látjuk, hogy tudást rengeteget lehet szerezni, itt még az atommagok is számba jönnek, de majd a holdon látjuk, hogy mi lesz az atommag szintű nyereség. Itt most röviden összefoglaljuk ezt, de mi ezzel most nem foglalkozunk, a naprendszer keletkezés során jöttek ezek létre, hanem átváltunk a holdra. A holdon már tényleg lesz olyan, amit iparilag lehet hasznosítani, igen ám, de ez az ipari hasznosítás majd a helyszínen történik, mert hiszen most már megszoktuk a hierarchia szinteket, lesz nyersanyag az ásványok szintjén, lesz nyersanyag a molekulák szintjén, és lesz nyersanyag az atommagok szintén is, és most ebbe a második nagy, hát hogy mondjam, szakaszba kezdünk bele, hát itt leszállt az Apollo a hold felszínére, mi is kaptunk a NASA-tól egy nagyon szép korongot hat mintával, és egy nagyon szép vékony csiszolagyűjteményt, tehát tudtuk tanulmányozni a legfontosabb holdi kőzet típusokat. Ezek között persze a bazaltok, azok fontosak, a nagy sötét medencéket borítják, de számunkra, akik a felszínen akarunk anyagokat gyűjteni, a breccsák, ezek az összecementált, tulajdonképpen nevezhetném holdi spontán kerámiának is, véletlenszerűnek. Itt viszont mégiscsak egy talaj megszitált frakcióját látjuk, az Apollo 17 narancsszínű talaját, amiben üvegszemcsék vannak. Már is a kezünkben van valami olyan nyersanyag, amit a későbbiekben lehet majd hasznosítani nem a színéért, hanem a halmazállapotáért, hiszen hogyha megnézzük a breccsákat, így vékony csiszolatban, vagy ezek ilyen 30 mikrométer vastagságú lemezkék, akkor látjuk, hogy sok éles szemcse van bennük. Sok éles szemcse egymásban ágyazva, tehát több generációja a becsapódásoknak hozta létre ezt a bizonyos apró szemcsés, és hát tulajdonképpen sokszor a porból összesült anyagot. Ezek tehát azok a breccsák,
amik nyersanyagai lesznek a holdi építészetnek. Itt viszont láttunk holdi talaj, szemcsés anyagokat, és ezek az anyagok lesznek azok, összetétele látszik, hogy teljesen tipikus földi kőzetekhez hasonló, azonban van bennük egy kevés vas. Itt látjuk, ez elég jelentős, és ennek az az eredménye, hogyha például a mikrohullámú sütőbe betesszük, hát egy nevezetes kísérlet, akkor amíg a teavíz fölfort, addig ez is összesült, és szépen kezelhető, és gerevészhető, illetve hát ha ezen végigmegyünk egy mikrohullámmal, akkor holdi aszfaltozást lehet végezni. Tehát itt van egy holdi nyersanyag, amivel lehet már az építkezést elkezdeni, aminek persze egy fejlettebb változata az, hogy téglákat készítünk bele, és ilyen foltházakban helyezzük el a holdi bázisokat, sőt, nem is ilyen búrákat építünk, hanem a völgyeknek a falába, vagy pedig a holdnak a belsejébe végzünk építkezést, még kell a belsejébe, mert míg a felszínen a hőingás 300 Kelvin fok, addig 20 méter mélyen, 10 méter mélyen, ez csak 1-2 fok, tehát a mínusz 20-ról a plusz 20-ra kell fölfűteni az állomást, és azt állandó szinten lehet tartalmi, nincs ez az állandó hőmérsékleti rugdosás, ami tehát nem ilyen típusú sima vidéket jelöl ki majd a holdbázis számára, hanem sok minden mást is. Na most itt nálunk volt egy olyan program is, és ez is a haszna lesz majd a későbbiekben, a robotépítést rendkívüli módon fejleszti, hogy az előző előadásban is láttuk, hogy szinte minden megoldható robotikával, tehát ha valaha ilyen bányászkodásról lesz szó, az égitestek felszínén mindenféleképpen egy ilyen robotos ipari megoldás a lehetséges. Említettem tehát, hogy van az ásványanyag szinten a holdi por, mint fontos nyersanyag a helyszínen. Nagyon régóta gondolkoznak, hogy hogy lehet az oxigént kinyerni a kőzetből, hiszen a kőzet fele oxigén, csak hát ugye a nagy fém ionokkal együtt alkotja ugye a kőzetet. Na de ott van a holdi víz, amit nem lehet tudni még, hogy milyen halmazállapotban találnak meg, de a sugárzásos mérések a pólus területen már jelezték a jelenlétét. Ez mondjuk egy ilyen molekula szinten található, gyűjthető anyag, és most jön egy érdekes szint, atommag szinten a hélium-3-as izotópia lehet majd az egyelőre csak reménybeli fúziós reaktoroknak az egyik anyaga. Tehát igenis, kell ismernünk ezeket a szerveződési szinteket, mert sose lehet tudni, hogy melyik az a szint. Persze ez a szint is olyan, hogy óriási tömeget kell megmozgatni. Most olvastam, 150 tonna kell ahhoz, hogy 1 gram hélium 3-at itt kitermeljenek. Hát a nap sugárzásával érkezik be a porba, de nekünk ipari szempontból az a kicsi anyagmennyiség számít csak. Tehát ebből látszik, hogy ténylegesen lehetséges holdi bányászat majd, de ahhoz nagyon kell ismerni az anyagokat, az anyag szerveződési szintjeit, és ez azt mutatja, hogy a legnagyobb nyereség az űrbányászatból a tudásbányászat, az ismeretrendszer fejlesztése. Köszönöm szépen! Bizonyos szempontból lelombozó, hogy nem tartunk még ott, hogy azonnal hozhatjuk haza a hélium-3-at. Más szempontból pedig azért gondolom, hogy előbb-utóbb a technológia fejlődésével, hogy ez tényleg cél, akkor megtalálják ezt az eszközöket. Menjünk tovább azzal a kérdéskörrel, hogy mégis a jog hogyan szabályozza ezt a kérdéskört, hiszen előjáróban annyit elmondhatok, hogy a világűr egy senkinek a joghatósága állami főhatalom alá tartozó terület, akkor mégis hogyan szerzünk ott tulajdont? Ezt a kérdést most Sólya Gábor professzor úrhoz címzem. Aki a szó? Köszönöm szépen, Balázs, és szeretettel köszöntök én is mindenkit, és köszönöm szépen a megtisztelő meghívást erre a beszélgetésre. Én is egy pillanat megosztanám a képernyőmet, és akkor utána bele is vághatunk. Ez a két díj. Jó. Ugye a kérdésfeltevés meglehetősen egyszerű, tehát megengedi a nemzetközi jog az űrbányászatot, bárcsak a válasz is ilyen egyszerű lenne. Nyilvánvaló, hogy a nemzetközi világűrjog anyagának nem vonatkozik minden eleme, vagy nem bír jelentőséggel minden eleme az űrbányászat szempontjából. A közvetlen szabályozási környezetét az űrbányászatnak igyekeztem
összegyűjteni a következő dián. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy ez egy válogatás. Tehát ez az, amit talán a legeslegfontosabb jogforrások és egyéb forrásoknak a körét mutatja, nem kizárólagos jelleggel. Ja, messze a legfontosabbak ezek közül a nemzetközi szerződéses források, elsőként természetesen a világűr szerződéssel 1967-ből. Fontos lehet, különösen, hogyha tényleg beindul ez a tevékenység, a kárfelelősség egyezmény 1972-ből, illetve ami még fontosnak tűnik, majd meglátjuk, hogy miért fogalmazok ilyen óvatosan, hogy megállapodás 1979-ből. Ezek szerződéses jogforrások, tehát kötelező erejű okmányokról van szó. Nem tüntettem fel külön az ábrán, de szintén kötelező erejű jogforrás a nemzetközi szokásjog. Ez egy iratlan forrás, különböző módokon tájékozódhatunk a tartalmát illetően, esetleg még ez is szóba kerülhet a mai beszélgetés alkalmával. De nézzük a következőt, az ENSZ közgyűlésének a határozatait. A közgyűlésnek számos határozata foglalkozik a világűrjog témakörével, van 5 nagy elvi jelentőségű deklarációja, és ebből tulajdonképpen 2 az, ami az űrbányászathoz közvetlenül kapcsolódik, vagy elsősorban kapcsolódik. Az első az itt a dián is és időben is az közgyűlésnek az űrtevékenység jogi elveiről szóló nyilatkozata. Na ez például szokásjogot tükröz például. Tehát maga a határozat ugyan nem kötelező, mert az ENSZ közgyűlésének határozatai nem kötelező, amit benne olvasnak, az a szokásjognak a leírása. És fontos lehet még a 1996-os közgyűlési nyilatkozat, amit angol zsargonban az előnyök nyilatkozataként szoktak emlegetni, tulajdonképpen az űrtevékenységből származó előnyök megosztásáról, illetve az együttműködésről van benne szó. Nem győzöm hangsúlyozni, ezek nem kötelező dokumentumok, esetleg szokásjogot tükrözni. Érdekesség kedvéért megemlítenék még néhány további dokumentumot. Az ENSZ Világűr Bizottságának a dokumentumai közül 2, amelyek egy tényleg teljes erővel beinduló űrtevékenység, űrbányászat kapcsán fontosak lehetnek. Az egyik az űrszemét mérséklésével foglalkozó iránymutatásai a Világűrbizottságnak, ezt 2007-ben fogadták el, illetve az egyik legfrissebb eredmény és egy nagy eredmény, ez a hosszú távú fenntarthatósági iránymutatások, egy hosszú dokumentum 2019-ből. Az egyéb dokumentumok, hát jobb hiány ezt a címet adtam neki, az egyéb dokumentumok között lehet említeni a COSPAR-nak, tehát az űrkutatási bizottságnak a bolygóvédelmi politikáját 2017-ből, illetve a időben legfrissebb fejleményt az Artemis megállapodást idén, október 13-áról, erről Balázs már említett egy-két szót, majd szerintem még szóba fog kerülni. Nézzük először a világűr szerződést, tehát az 1967-es megállapodást, ami hát tulajdonképpen a világűrjognak a magna chartája. Most csak első körben 2 rendelkezésre szeretném felhívni a figyelmet, és 2 rendelkezés értelmezését nyújtani. Ezt tudni kell, hogy látszólag egyértelmű rendelkezésekről van szó, de nagyon-nagyon komoly értelmezési viták zajlanak ezekről a rendelkezésekről, különösen most, hogy az űrbányászat az hát kézzelfogható közelségbe került. Ez egyébként nem meglepő a nemzetközi jogban, tehát vannak bizonyos események, amik után az államok látszólag teljesen egyértelmű rendelkezések újraértelmezésébe fognak, hogy lehetőség szerint megmagyarázzák, jogilag alátámasszák a tevékenységet. Nézzük, hogy mik azok az elemek, és itt megpróbálom a kurzorral mutatni, amelyeket értelmeznünk kell. Mindenek előtt látható, hogy az első cikke a világűrszerződésnek, az meghirdeti az űrszabadságokat, világűr tevékenység szabadságai, a kutatást, a felhasználást, illetve a tudományos vizsgálatokat. Ezek a szabadságok, ezek tehát az alapvető szabadságok a világűr tevékenység körében, és nyilván felmerül a kérdés, hogy hol helyezkedik el ebben a kiaknázás, az erőforrások kiaknázása. Hagyományosan a felhasználás, a használatba értik bele ezt a tevékenységet. De nagyon fontos már most leszögezni, hogy ezek nem abszolút értelemben vett szabadságok. Tehát nem korlátlan szabadságok,
nagyon is korlátok között érvényesülnek, ugye részben az egyezmény, részben más források, jobb források határozzák meg ezeket a korlátokat. A következő, amiről beszélnünk kell, az első cikk első mondatában láthatják, hogy az űrtevékenységet minden ország javára és érdekében kell folytatni. Itt is a több értelmezési irányjal találkozhatunk. Van egy olyan értelmezési lehetőség, hogy ez, hogy az űrtevékenységet minden ország javára, illetve érdekében kell folytatni, ez azt kívánja meg, hogy a tevékenység minden mozzanata az emberiség, hogy minden ország javára és érdekében történik. Tehát ha úgy tetszik, egyfajta folyamat szabályozásról lenne szó. De ez csak egy értelmezési lehetőség. Másik értelmezési lehetőség ennek a szövegrészletnek az, hogy nem a folyamatot szabályozza, hanem az eredményt. Tehát azt, hogy az űrtevékenység eredményéből valamilyen úton, módon, de mindenki részesüljön, mindenki élvezze az előnyeit. A harmadik lehetőség pedig az, hogy ez a kitétel bármilyen szépnek is tűnik, és még meg is fejeli azt, hogy az egész emberiség közös vállalkozása az űrtevékenység, valójában egy programot ad, egy nemes, deklaratív rendelkezés, különösebben kikényszeríthető tartalom nélkül. Az űrbányászat kontextusában nyilvánvalóan az szerint, hogy ki milyen álláspontot foglal el, különböző értelmet tulajdonít ennek a szövegrészletnek. Van, aki szigorúan veszi, van, aki nem. Viszont ha az államok gyakorlatát nézzük, összességében az űrtevékenységet, és ha megnézzük az előző dián látható 96-os előnyökről szóló nyilatkozatok, akkor arra a következtetésre kell jutnunk, hogy az igazából inkább csak egy ilyen nagy általánosságban megfogalmazott rendelkezés, egyfajta program, vagy egy nemes deklaráció, de nehezen kikényszeríthető. Különösen az, hogy az előnyöket tényleg mindenkivel meg kell valamilyen úton, módon osztani. A következő kifejezés, amiről beszélnünk kell, az égitest szó. Szintén az első mondatban található. Ugyanis az űrbányászattal kapcsolatos diskurzus az égitest kifejezésre is kihatással van. Bármilyen furcsának tűnhet is ez természettudományos szemmel. Ugyanis van olyan értelmezési lehetőség, ami az égitest fogalmát szűken értelmezi, és kizár belőle bizonyos, egyébként égitestnek nevezhető képződményeket, üstökösöket, vagy akár kisbolygókat, aszteroidákat is. Nyilvánvalóan a másik nézet az, hogy az égitest kifejezést tágan kell értelmezni, tehát minden olyan természeti képződmény, ami a világűrben helyezkedik el, és bevonható a kifejezés természetes értelme alá, az égitestnek minősül, ideértve az üstökösöket, kisbolygókat is. Érdekes módon, akármilyen jelentést is tulajdonítunk ennek a kifejezésnek, nagy jelentősége nincs, mert ha megnézik az első cikket, akkor láthatják, hogy az égitest az csak egy példa a világűr kapcsán. Ugye úgy fogalmaz, hogy a világűr kutatását, felhasználását beleértve, tehát például a holdat és más égitesteket, stb. Így meg így kell folytatni. Tehát igazából az egyezmény, a világűrszerződés a világűrről szól, ideértve az égitesteket is, ha szűken értelmezzük, ettől még a többi képződmény is beleértendő, ha tágan értelmezzük, akkor pedig így is, úgy is benne van. És elérkeztünk talán a legfontosabb problémához a világűrszerződéssel kapcsolatban, ez a második cikke. A második cikke, ami egy rövidke kis mondat, eredetileg meglehetősen egyértelmű értelme. Egy jelentést tulajdonítottak neki, de időközben ez egy kicsit felpuhult, változott. Ez a második cikk a nemzeti kisajátítást tiltja meg. Maga az a kifejezés, hogy nemzeti kisajátítás, itt a rendelkezés végén láthatják, hogy egyetlen nemzet sem sajátíthatja ki. Ez nem túl szerencsés megfogalmazás egyébként, mert jogi értelemben véve ez egy hibrid, van benne egy nemzetközi jogi jellegű kifejezés, a nemzet, ezt zárójelben mondom, hogy a nemzet itt az állam szinonimája, és a kisajátítás, ami egy belső jogi, tehát az államok belső jogrendszerében használt kifejezés elsősorban.
Ez már önmagában egy kicsit zavaros lehet, de nem ez az egyetlen probléma a rendelkezéssel. Az bizonyos, és ezt Balázs a felvezetőben említette, ez a rendelkezés kategorikusan kizárja azt, hogy az államok a főhatalmukat, a szuverenitásukat kiterjesszék a világűre, beleértve a holdat és minden égitestet is, de még egyszer mondom, általában véve a világűr. De felmerülünk több kérdés, részletkérdés is. Az első az, hogy tulajdonképpen kire vonatkozik? Az államokra, vagy az államokra és a nem állami szereplőkre, magánszereplőkre is. Mert ezt ugye így kifejezetten nem tartalmazza a rendelkezés. Nyilván itt is kétféle értelmezési lehetőség van. Vannak olyanok, akik szerint csak az államokra vonatkozik, vannak olyanok, akik szerint az államokon kívül a magánszereplőkre is. Itt nagyon meggyőzően lehet érvelni amellett, hogy ez a rendelkezés, ez mind az államokra, mind a nem állami, tehát magánszereplőkre vonatkozik. Most nem fejteném ki részletesen, ha megengedik, hogy mik az emellett szóló érvek, ha esetleg szóba jön, vagy igény van rá, akkor boldogan. De az biztos, hogy tehát ez az irányadó értelmezés, hogy az államokra és a nem állami szereplőkre is vonatkozik. A következő kérdés az, hogy tulajdonképpen mit is tilt meg? Tehát az biztos, hogy megtiltja a szuverenitás kiterjesztését a világűre, de megtiltja vajon az erőforrások kiaknázását és az azokon való tulajdonszerzést. Na ez igazából minden probléma forrása, ez a kérdés. Mert mind a két irányban lehet érvelni, és mind a két irányban erős érvek sorakoztathatók fel az adott nézet mellett. Tehát lehet érvelni abban az irányban is, hogy ez nem tiltja meg a kiaknázást, mert csak azt tiltja meg, hogy hát a világűr benne az égitesteket ugye nem lehet szuverenitás alá vonni, nem lehet magát mondjuk az égitestet, vagy annak egy meghatározott részét főhatalom alá vonni, vagy mindenki más kizárólagos jelleggel ugye megszerezni, de van a nézet támogatói szerint, azt nem tiltja meg, hogy kitermeljük onnan az erőforrásokat, elhozzuk, és kereskedelmi célra használjuk. Másik nézet szerint megtiltja. Másik nézet szerint ez a rendelkezés a kiaknázást, kereskedelmi célú kiaknázást, és a tulajdonszerzést, és az értékesítést is megtiltja. Megint csak azt mondanám, hogy idő előre haladtára tekintettel, hogy a konkrét jogi érvelésre, ha igény van, akkor visszatérhetünk. Ennyit a világűr szerződésről, ami mindennek az alapját képezi. Következő pedig a hold megállapodás lenne. A hold megállapodásról azt kell tudni, hogy szemben a világűr szerződéssel, ami meglehetősen széles támogatottsággal rendelkezik nemzetközi közösségben, ideértve az űrhatalmakat is, a hold megállapodás hát támogatottsága, vagy részesi köre az finoman szólva is csekély. Ez azt jelenti, hogy a hold megállapodásnak jelenleg 18 részes állama van, illetve 4 aláíró állam. Az űrhatalmak távol maradtak tőlük. Azok az államok, amelyek tulajdonképpen komolyabb űrkapacitással rendelkeznek, és a hold megállapodáshoz bármilyen módon is közük van, tulajdonképpen Ausztrália, amelyik részes államként vesz részt a hold megállapodásban, illetve Franciaország és India, ők aláíró államok. Itt van jelentősége a különbségtételnek, ezt is későbbre hagynám, hogyha esetleg igény van rá. Az biztos, tehát, hogy a hold megállapodást gyakran leírják, hogy ez egy kudarcot vallott megállapodás, ezzel fogyott ki a lendület ugye a nagy multilaterális szerződések megalkotása terén világűrjogban, de egyáltalán nem biztos, hogy ez így is marad. Van olyan nézet a szakirodalomban, hogy például az említett Artemis megállapodás, amiről ugye szó volt, és még szerintem lesz is, hogy az unilateralizmusnak a térhódítása az űrbányászat terén, az a hold megállapodást feléleztheti, ha úgy tetszik, egyfajta gyülekezési pontja lehet azoknak az államoknak, amelyek
amelyek másként képzelik el az űrbányászatot, amelyek széleskörű multilateralizmus keretében képzelik ezt el. És akkor nézzünk néhány gondolatot a hold megállapodásról. Két cikket hoztam. Magyarország nem részes egyébként a hold megállapodásnak, tehát szemben a világűr szerződéssel, aminek hivatalos fordítását olvashatták, ez egy ilyen SK készített fordítás. A hatodik cikk, ami kapcsolódik előző előadásokhoz is, ez ugyebár arra biztosít lehetőséget, hogy a holdat az államok az egyenlőség alapján nemzetközi joggal összhangban tudományos vizsgálat tárgyává tegyék, és ami az érdekes, az a hatodik cikk második bekezdésében keresendő, ez pedig az, hogy a hold megállapodás alapján az államok lehetőséget, vagy jogot kapnak arra, hogy ásványi és más anyagokból vett mintákat gyűjtsenek a holdon, és ezek az ő rendelkezésükre állnak tudományos célokból. Nagyon érdekes a szóhasználata az egyezménynek, tehát úgy fogalmaz, hogy a részes államok rendelkezésére állnak ezek a gyűjtött minták, tehát nem tartalmazza a tulajdonkifejezést. Érdemes összevetni ezt a rendelkezést, illetve ezt a megszövegezést azzal, ahogy az államok egyébként állnak a holdról hozott mintákkal. Zárójelben mondom még egyszer, hogy azok az államok, amelyeknek egyébként holdról hozott kőzetmintáik vannak, azok távol maradtak a hold megállapodástól. De az összehasonlítás ettől még érdekes. Az is érdekes még ugye a hatodik cikk második bekezdéséből vett idézett utolsó mondata, hogy a hold megállapodás lehetővé teszi azt, hogy a tudományos kutatás keretében holdból kinyert ásványi és egyéb anyagokat hasznosíthassák a részes államok, de csak a küldetés, tehát a misszióhoz szükséges mennyiségben, mértékben. És ezzel elérkeztünk a hold megállapodás messze legfontosabb rendelkezéséhez, egyébként a kudarcának az okához, a 11. cikk, ami a hold megállapodást, ami a holdat, illetve a természeti erőforrásait egyértelműen az emberiség közös örökségének minősíti. Ezzel túllép a hold megállapodás a világűr szerződésnek azon rendelkezésén, illetve azon következményén, hogy a világűr és benne az égitestek, azok res communis omnium usus területek, szuverenitás alá nem vonhatók, de mindenki szabadon használhatja, kutathatja őket. Ez ennél szigorú koncepció, ugyanis a holdat, illetve a természeti erőforrásait, és megjegyzem még a hold megállapodás hatálya alá tartozó egyéb égitesteket a naprendszerben, az emberiség közös örökségévé nyilvánítja, ami azt jelenti, hogy, és láthatják a rendelkezés folytatásából, hogy túl azon, hogy nem lehet őket ugye, nemzeti kisajátítás tárgyává tenni, nem lehet fölöttük tulajdont sem szerezni, és itt már fel sem merül a kérdés, hogy az államokra vagy nem állami szereplőkre vonatkozik, mert a rendelkezés szövegéből egyértelműen lejön, hogy mindenkire. Egyetlen egy módja van a hold és a természeti erőforrásai kiaknázásának, ez pedig egy kifejezetten erre a célra létrehozni remélt vagy rendelt nemzetközi rezsim útján, amely nem példanélküli, majd erről is szerintem lesz szó, a tengerfenék, más néven zóna, vagy más néven a terület nevű térség itt a Földön hasonló státuszt élvez, hasonló kiaknázási rezsimben. Ez a kiaknázási rezsim a hold kapcsán nem jött létre, részben azért, mert az államok nem óhajtották ezt vállalni, de még egyszer mondom, meglátjuk, hogy mit hoz az, hogyha tényleg beindul a verseny az űrbányászat terén, illetve az erőforrások kiaknázása terén. Úgyhogy én bevezetőben ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm szépen, és akkor majd innen folytatjuk. Köszönjük szépen, Gábor. És akkor folytassuk azzal a témával, hogy ugye hallottuk azt, hogy a nemzetközi jog ezt miként szabályozza, de elhangzott az is, hogy egyes államok ezen már túl akarnak lépni, illetve a maguk módján értelmezik a nemzetközi egyezményeket, mégpedig úgy, hogy lehet tulajdon szerezni űrbányászat során, és erre három nemzeti példát is találunk, az Amerikai Egyesült Államokat, Luxemburgot és az Egyesült Arab Emirátusokat, akik nemzeti szinten alkottak olyan törvényt,
amely szabályozza az égitestek nyersanyagának felhasználásának kérdéseit. Arra kérem Ádámot, hogy ezeket foglalja össze röviden. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehetek, és üdvözlöm a hallgatóságot. Igen, három állam van, amelyik elkezdte szabályozni, és tulajdonképpen három jellemzője is van ezeknek a nemzeti szabályozásoknak. Az egyik az, hogy ösztönző jellegűek, tehát az állam így próbálja jogilag is támogatni azokat a cégeket, amelyek kifejezetten arra jöttek létre, hogy űrbányászatot végezzenek majd. A másik az, hogy nem teljes körűek, mert csak a tulajdonjogokat biztosítják, viszont a környezetvédelem, vagy maga a bolygóvédelem, vagy maga a vitarendezési eljárás nem, egyáltalán nem tartalmazza. És a harmadik közös jellemző az az, hogy mindhárom állam tagja az Artemis megállapodásnak, viszont a Hold megállapodásnak nem. És a legelső időrendben szeretném kezdeni az Egyesült Államok törvényével 2015-ben. Az aláhúzott részek tulajdonképpen a tárgyi hatályt mutatják a törvénynek, míg a kiemelt részek pedig a hozzárendelt jogokat. Tehát maga az Egyesült Államok törvénye kijelentette, hogy az aszteroida erőforrás, nem csak hogy az aszteroida erőforrásokat és az űrerőforrásokat nevesíti, hanem meg is határozza azokat. Aszteroida erőforrások tulajdonképpen azok az erőforrások, amelyek az aszteroidán vagy aszteroidában találhatóak, és az űrerőforrás meghatározása pedig olyan abiotikus, tehát szervetlen erőforrások, amelyek a világűrben az eredeti helyén találhatóak meg, beleértve az ásványokat és a vizeket. És az alanyi hatája ennek a törvénynek kiterjed mind az amerikai állampolgára, és itt most visszaszednék utalni az előző előadásra, hogy nem úgy tűnik, hogy itt legalábbis a törvény szerint, hogy itt robotokkal kellene itt végezni, hanem lehetőséget ad arra is, hogy állampolgárok termeljenek ki. Ezt nehéz elképzelni véleményem szerint. Másrészt pedig jogi személyek is, tehát azok a jogi személyek, amelyek az Amerikai Egyesült Államokban vannak bejegyzése, valamint egy bizonyos feltétellel külföldi cégek is részt vehetnek, de feltéve csak akkor, hogyha az amerikai állampolgár vagy maga az amerikai cég többségi tulajdonnal rendelkezik. Lehet látni egyébként, hogy kiemelve ugye nevesíti is a jogokat, birtoklás, használat, szállítás, eladási jogokat biztosít, és fel szeretném hívni a figyelmet a törvénynek a második részére, az In accordance with applicable law, including the international obligations of the United States. Ez azért jelentős, mert tulajdonképpen ezzel deklarálja maga az Egyesült Államok az ő saját nézetét, hogy ő hogyan is értelmezi a világűr szerződésben található második cikket. Tehát ő szerint a kisátítás tilalmában nem tartozik bele az erőforrások feletti tulajdonjog. Teljes mintekben egyetért azzal, hogy területi igényekre ő nem tart igényt, csak is az erőforrásokat fogja ő tulajdon alá helyezni. És tulajdonképpen ez is egyfajta az Artemis megállapodásnak egyfajta kiinduló pontja tulajdonképpen, nemzeti szinten. A második törvény, az pedig Luxemburg hozta meg 2017-ben, az eredeti nyelvet használtam, ott is az űrerőforrásokat nevesíti, és a hozzárendelt tulajdonosi jogköröket pedig egy szóval elintézi, hogy kisátítás. Itt megint visszautalnék arra, amit már Gábor elmondott az előadásában, hogy ez egy fajta gyűjtő fogalom. Másrészt pedig az űrerőforrásokat nem határozza meg maga a luxemburgi törvény, tehát itt lehet látni egyfajta két különböző irányvonalat az Egyesült Államok és Luxemburg részéről, hogy még az Egyesült Államok azt mondja, hogy itt az űrerőforrások alatt úgy csak a aszteroida erőforrásokat érti, addig előfordulhat, hogy nem hogy előfordulhat, de nincs rá semmilyen rendelkezés, amit tiltaná, vagy egyesetleg mást lehetne gondolni jogértelmezés során, hogy az űrerőforrásokba nem csak az aszteroida, hanem maga a bolygó erőforrás is beletartozhat. És itt alanyi hatály tekintetében ennek a törvény ebben a törvényben tulajdonképpen egy szűkítés található, hogy itt tulajdonképpen csak a jogi személyeket nevesíti, és azt konkrétan fel is sorakoztatja, hogy ezt a magyar jogon is ismert KFT, ZRT, NRT, valamint az Európai Részvénytársaság végezhet ilyen
tevékenységeket. És a harmadik és egyben a legutolsó is a legújabb, és azt kell, hogy mondjam, hogy az egyik legárnyaltabb, az pedig az Egyesült Arab Emirátusok hozta létre ezt a törvényt 2019-ben. Itt is az űrerőforrásokat nevesíti maga a törvény, és tulajdonképpen megegyezik az Amerikai Egyesült Államok által definiált űrerőforrásokkal, tehát szelvetlen anyagok, amelyek a világűrben találhatóak, beleértve a vizet és ásványokat. Szintén felsorakoztatja ugye a vastagon kiemelten a tulajdonosi jogokat, tulajdonjog, eladás, kereskedelmi szállítás, tárolás és bármilyen más űrtevékenység célzatával, és azt is szeretném még kihangsúlyozni, hogy az utolsó mondat részben azt lehet olvasni, hogy tulajdonképpen a minisztereknek a tanácsa határozza meg, annak a döntése határozza meg, hogy milyen feltételekkel lehessen kitermelni és hát hasznosítani a kitermelt anyagokat. Tehát, hogy ezért is nem teljes körül, mert nem átlátható, és ezek inkább ösztönző jellegűek. És még egy dolgot szeretnék még itt kiemelni. Itt az előd, volt erődnek az előadására szeretnék visszautalni, ahogyan ő említette már a meteoritokat, hogy tulajdonképpen ennek a törvénynek az az egyik legnagyobb újdonsága, hogy a meteoritokról is rendelkezik, de úgy, hogy nem a világűrben található meteoritokról, hanem azok a meteoritokra, amelyek az adott, tehát az Egyesült Arab Emírségek államának a területéhez zuhannak, mert azok automatikusan az állam tulajdonába kerülnek, és csak is az állam engedélyével lehet bármilyen tevékenységet is végezni rajtuk. Ez csak így érdekességképpen szerettem volna megjegyezni. És tulajdonképpen 2015-ben megint visszakanyarodnék az Egyesült Államok törvényhozására, de nagyon nagy visszhangot váltott ki az ENSZ világügyi bizottságában, és itt csak kettő államot szeretnék kiemelni, egyik ugye az Egyesült Államok, azt mondja, hogy elutasítja a nemzetközi jogot, és szerinte egyoldalú, tehát nemzeti szintű szabályozás igényel maga az űrbányászat. Másrészt ő úgy gondol, hogy eleget tesz a nemzetközi kötelezettségeknek, mert hogy maga a második cikk, az tulajdonképpen csak a területre vonatkozik, de nem a területen található erőforrásokra. És ez a fajta törvény, amit az Egyesült Államok hozott, tükrözi az Egyesült Államoknak a kisátítás tilalmáról alkotott értelmezését. Ezzel szemben Oroszország elutasítja ezt a fajta értelmezést, hogy ezt egyoldalú nemzeti szinten kellene szabályozni. Azon az állásponton van, hogy egyrészt az ENSZ világügyi bizottságának kellene itt bármilyen rendelkezést is hozni az űrbányászattal kapcsolatban. Másrészt pedig a hold megállapodást támogatja, és figyelembe kell venni az emberiség érdekeit. És megint visszautalnék Gábornak az előadására, hogy a bolygóvédelemre kell elsősorban gondolni, ugyanis nem lehet azt szerint, véleményem szerint nem lehetséges az, hogy egy adott állam feleljen egy akár egy globális krízisért, mert alapvetően a világűr egy ismeretlen terep, nem tudhatjuk, hogy milyen veszélyek vannak kint, és most csak egy kitekintést szeretnék tenni az Andromeda törzs című filmre, ugyanis ott az történt, hogy egy műhold zuhant egy kis amerikai városban, egy kis amerikai faluban, viszont nem lehetett tudni, hogy mitől haltak meg, és mint kiderült egyébként, hogy volt egy baktérium, ami nem a Földről származott, hanem a világűrből. Ennyit erről, és még annyit szeretném még itt említést tenni, hogy a világűr szerződés és a hold megállapodás között az a legnagyobb különbség, hogy míg a világűr szerződés az aki kapna marja érvényesíti, míg a hold megállapodás pedig a korrekt, a méltányos megosztást, tehát legalább a hasznok megosztása terén. Ez a fő különbség a két egyezmény között. A másik, Luxemburg esetében én a luxemburgi jogalkotó önkritikáját hoztam el. Jogbiztonság kérdésköre. Egy, ha vita keletkezik, akkor egyáltalán hogyan lehessen azt garantálni, hogy a két fél, mondjuk tegyük fel, van két cég, amelyik két különböző államban van bejegyezve, és két különböző államnak a joga, törvény alapján bányászik, hogy a termel kibocsánat, akkor hogyan lehet azt elfogadni, hogy mind a két állam, vagy mind a két cég elfogadja a kérőd bíróságot, vagy, és
a kijelölt bíróságnak a határozat az, hogyan lesz kötelező mind a két fél számára. Hogyan fogja, mi van akkor, hogyha mondjuk az egyik fél azt mondja, hogy ezt nem akarja betartani, mert számára ez nem, egyáltalán nem kedvező, ez teljesen értelemszerű, hiszen nemzeti szinti szabályozás terén véleményem szerint ezt nem lehet szabályozni. A másik a területvédelmének a kérdésköre. Szintén a jogalkotó felveti azt a lehetőséget, hogyha megint két cég, két különböző állam szabálya alapján elkezd vitelmenni egy területen. És a helyzet a következő az, hogy az egyik cég azt mondja, hogy ezt az erőforrást ki akar termelni, és a másik is ezt mondja. Ez előbb-utóbb egy területi szuverenitás igényéhez fog vezetni, ami tulajdonképpen már ellenkezik a világű szerződésben ismertetőjében, hogy egyrészt szabad hozzáférés joga az sérül, másrészt pedig minden állam javára és érdekében is meg lesz sértve. Végezetül a lefoglalás kérdésköre. Luxemburg nem, egyáltalán nem nagyobb, mint Magyarország, sőt sokkal kisebb, és teljesen reálisan állt hozzá maga a jogalkotó ennél a kritikánál, hogy hát tulajdonképpen nálunk nincsen akkora nagy ipari erőkapacitás, hogyha mi nagy mennyiségben termelnénk ki, akkor ezt nem biztos, hogy sőt, biztosan nem fogjuk tudni elraktározni, épp ezért majd más államoktól kell majd raktárhelyiséget kölcsönözni. Csak a gond az, hogy hogyha mondjuk a másik állam ezt a fajta megközelítését a világügyi szerződésnek a másik cikkét teljesen másképpen értelmezi, azaz ő nem támogatja azt, hogy ezeket a tulajdonosi jogokat, akkor tulajdonképpen le is foglalhatja, el is kobozhatja azokat a nyersanyagokat. És az én álláspontom tulajdonképpen az az, hogy ezt nemzeti szinten nem lehet szabályozni, és ennek már volt egyébként, ezzel a jelenlegi helyzete lehet párhuzamot vonni egy korábban kialakult folyamattal, mégpedig a nemzetközi tengerfenék kitermelésénél, ott is ehhez hasonlóan kezdődtek el az események, hogy először nemzeti szinten kezdték el szabályozni, rájöttek arra, hogy ez nem járhat út, és később pedig egy közös megoldást dolgoztak ki. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm szépen! Egy pontosítás is érkezett, méghozzá TS-től. A 2008-ban a szlovák kormányrendelet is előírta, hogy a területére hullott meteoritok a szlovák állami és a pozsonyi Comenius Egyetemre kell leadni. Mert ugye belekezdtünk ennek a nemzetközi jogi vonatkozásaiba, de ugye a nemzetközi közjog a világbőrnek az egy erős multilaterális jogalkotási tevékenység volt, 62-től gyakorlatilag, hát 70-74-ig bezárólag, és utána ez nagyjából ki is fújt, már a Hold egyezmény is ugye egy kudarcra ítélt egyezmény volt 79-ben, és azóta nincsen összhang, nemzetközi összhang. Most, ahogy látjuk a gazdasági háború Kína-Amerika felerősödésével, ugye ahogy megjelentek a magánpiaci szereplők a világűrben, az új űrkorszaknak is hívják ezt új űrversenynek, egyre inkább távol kerülünk attól, hogy az ENSZ keretein belül egy konszenzusos megállapodás szülessen. Ezt jól jelezte azt, amikor 2020 március áprilisában Donald Trump amerikai elnök egy elnöki rendeletet adott ki, amiben egyértelműen kimondta, hogy az Egyesült Államok nem ismeri el a Hold egyezményt, ennek nem aláírója, ratifikálója, és a szokásjog részének sem tekinti, és akkor belengedte, hogy ők egy külön megállapodást fognak kötni, arról a programról elnevezve egyébként, amiről sokat lehet hallani, hogy 2024-ben újra embert küldünk, mármint az emberiség, tehát az Amerikai Egyesült Államok a Holdra, ez az Artemis program, hogy Apollo István, Istennek az ikertestvére, és aki nő volt, és hát ezzel jelképezik, hogy most nő is lesz az űrhajósok között a tervek szerint. A lényeg ezzel kapcsolatban, hogy Artemis megállapodásnak hívják ezt a tervezetet, amit most jelentettek be, ahogy már Sőjök professzor említette, októberben a Nemzetközi Asztronautikai Kongresszuson. Az én kérdésem az Sőjök Gábor professzorhoz, hogy
ez az Artemis megállapodás, ez miben más, mennyiben egyeztethető össze a hatályos nemzetközi joggal, tehát mondjuk a világűregyezménnyel, és véleménye szerint az, hogy Trumpot leváltották, és a Bideni adminisztráció inkább hajlamos egyébként a demokraták multilaterális egyezményekben gondolkodni, ez vajon változtat-e? Ez inkább üveggömbbenézés, az első kérdésem az inkább, ami fontos. Köszönöm szépen a kérdést. Valóban, tehát az Artemis megállapodás az ugyebár 2020. október 13-án köttetett meg, illetve hát ekkortól kezdve van lehetőség aláírni. Talán azzal kellene kezdeni, hogy nem nemzetközi szerződésről van szó. Ezt önmagáról is kimondja egyébként a megállapodás a végén. Nem minősül nemzetközi szerződésnek, vagy fogalmaz, nem alkalmas arra, hogy az ENSZ titkárságán az ENSZ alapokmány 102. cikke alapján regisztrálják, de beiktassák, úgyhogy ebből tudjuk azt, hogy nem szánták nemzetközi szerződésnek. A 8 aláíró fél van eddig, és az aláíró felek között egyetlen olyan állam van, amelyik a Hold megállapodásnak a részese, ez egy elég érdekes helyzetet hoz létre, ez Ausztrália. Noha az Artemis megállapodás nem nemzetközi szerződés, tehát nem kötelező erejű dokumentum, de mindenképpen figyelemre méltó az, hogy Ausztrália ezek szerint úgy véli, hogy összeegyeztethető az Artemis megállapodás minden elemében a Hold megállapodásban vállalt kötelezettségeivel. Tegyük még hozzá, hogy az Artemis megállapodás tulajdonképpen elveket tartalmaz, 10 elvet, és ezeknek a gyakorlati végrehajtás aztán később akár rendes nemzetközi szerződéseket is igényelhet. A megállapodás egyébként nem csak a Holdra vonatkozik, az Artemis program az alapvetően arra irányul, de a hatája, lehet így fogalmazni, vagy hát az érvényességi köre, az kiterjed a Marsra, üstökösökre, kisbolygókra, köztestérre, stb. Most a 10 elv közül egyébként a zöme az teljesen rendben van. Tehát a világűrjogi szakirodalom szerint is, vagy a kommentálók szerint is, ezek alapvetően progresszív elvek, elég megnézni őket egyébként. Kettő olyan elv van, ami potenciálisan, nem feltétlenül, csak potenciálisan problémás lehet. Ez a tizedik, hogyha az Artemis megállapodást nézik, akkor a tizedik és a tizenegyedik szakaszban említett két elv. A szakaszok azok nem követik az elvek számozását. A tizedik szakasz a világűr erőforrásai címet viseli egyébként, és hát itt van arról szó, hogy ki lehet aknázni és hasznosítani lehet az űrtevékenység érdekében az erőforrásokat, viszont leszögezi az Artemis megállapodás itt, hogy a világűregyezmény, világűrszerződés tiszteletben tartásával, ugye itt felmerül a kérdés, hogy melyik értelmének a tiszteletben tartásával. A másik pedig az, hogy úgy fogalmaz, hogy a biztonságos és fenntartható űrtevékenység érdekében. Ez viszont megkötni látszik az érintettek kezét, mert tulajdoníthatunk neki olyan értelmet is, már pedig, hogyha biztonságos és fenntartható űrtevékenységről van szó, hogy ez nem feltétlenül vonatkozik a kereskedelmi célú kiaknázására, hanem inkább a helyszíni, tehát az in-situ kiaknázásra és hasznosítása. Például egy holdbázis fenntartása érdekében. És hozzáteszi egyébként sietve az Artemis megállapodás azt is, hogy ez majd a multilateralizmus szempontjából is jó lesz, tehát ez mindenkinek az előnyére fog így vagy úgy válni. A másik, ami ilyen problémás lehet, nem feltétlenül, csak gyakorlatban előidézhet gondokat, ez az űrtevékenység konfliktus megelőzése, talán így lehetne lefordítani, ez a 11. szakaszában van a megállapodásnak. Itt arról van szó, hogy a létesítmények körül biztonsági zónákat lehet létesíteni, abból a célból, hogy egymást ne zavarják a Holdon tevékenységet végző államok, illetve egyéb szereplők. Itt is megerősíti a megállapodás a világűrszerződést, és hát tulajdonképpen abba kapcsolódna bele, méghozzá a káros befolyásolás tilalmáról szóló
rendelkezésébe a világűr szerződésnek ezzel a megoldással, amely egyébként nem előzmények nélküli szintén, csak zárójelben mondom, hogy a tengerjogban is ismert, hogy mesterséges szigetek körül 500 méteres biztonsági övezeteket lehet létrehozni, közlekedés, akadályoztatása nélkül, stb. Viszont itt elég puhán van megfogalmazva ez a biztonsági övezet, és felvet néhány kérdést. Először is az, hogy itt nincs meghatározva a méret, tevékenység függő a méretük, ami azt jelenti, hogy hát tulajdonképpen a tevékenységet végző belátására van jelen állapotban bízva, hogy mekkora ez a zóna, és ha teszem azt, egy űrbánya létesül, és egyre nagyobb területen végzi a kitermelést, akkor ennek megfelelően terjeszkedik a biztonsági zóna is. Felmerül kérdésként, hogy ez hogyan egyeztethető össze a világűr szerződésnek második cikkének azzal a szövegrészletével, hogy a nemzeti kisajátítás az bármilyen más módon is tilos. Felvetik gyakran a bírálói ennek az elvnek, vagy ennek a szakasznak, hogy ez vajon nem valósít-e meg burkolt kisajátítást a biztonsági zóna címén. Hogyan viszonyul továbbá ez a rendelkezés ahhoz a joghoz, ami az űrtevékenységet végző államokat megilleti, hogy szabadon mozoghatnak világűrben, minden égitesten, illetve eljuthatnak azok bármely területére. Hogyan viszonyul ahhoz, hogy egymás számára a viszonosság alapján az űrobjektumok nyitva állnak? Ha biztonsági zónáról van szó, akkor ez hát legalábbis egy megoldandó kérdés. Hogyan viszonyul a világűr békés célú felhasználásához? Ha biztonsági zónára gondolunk, ezt valakinek ki kell kényszeríteni. Hogyan fogja kikényszeríteni ezt a zónát, és milyen eszközökkel? Úgyhogy ez az a két elv, amire igazából ki van hegyezve a diskurzus az Artemis megállapodás kapcsán, túl azon, hogy hát mindenki szívből drukkol egyébként az Artemis program sikeréért szerintem. Mindent egybevetve tehát, és hogy rövidre zárjam a válaszomnak az első részét, kétféleképpen lehet értelmezni az Artemis megállapodást. Az egyik az, hogy egy progresszív hát intézkedéscsomag vagy elvekről van szó, amely tényleg előre akarja vinni ezt az Artemis programot. A másik az egy pessimistább érvelés, ami azt mondja, hogy itt tulajdonképpen egy multilateralizmust ért, tehát a széleskörű multilateralizmust megkerülő koalícióépítésről van szó. Meglátjuk, hogy gyakorlatban. Egy kérdésem lenne a szervezők az, hogy Almár Iván professzor úr, ő itt van-e velünk, mert ő mondta, hogy mint tiszteletbeli elnöke a MANT-nak szeretne hozzászólni. Ha nincs, akkor egyrészt... Nincsen sajnos még nincsen itt. Elküldtem neki a linket, de még nincs itt. Rendben. Közben egy-két kérdést, hozzászólást beolvasnék, és akkor, hogyha elődék nem sértődnek meg, akkor menjünk tovább a jogi vonalon, és aztán visszatérnék a természettudományi kérdésekre, csak azért, mert ehhez érkeztek kérdések. Először is az a kérdés, hogy mennyire szokott felmerülni a világűr szerződés újratárgyalása. Ez akár előd is, aki az ENSZ világűrbizottságában azért alelnökként is komoly szerepet játszott, hogyha valakinek van erről információja. Előbb. Akkor mondom, ez a még abban az időben, amikor én még az ENSZ-ben képviseltem Magyarországot, tehát 2014-ig, 15-tel bezárólag, akkor is többször fölmerült, hogy esetleg újra kéne tárgyalni, egy új átfogó egyezménnyel kellene helyettesíteni a meglévő ötöt, amelyik talán kihúzná a méregfogát, mondjuk a Hold Egyezménynek azokat a problémás pontokat, amiket Gábor említett. De egy nagy probléma van ezzel az újratárgyalással, vagy új egyezménnyel. Az, hogy az ENSZ világűr bizottságában konszenzussal kellene határozatot hozni.
a tagországoknak a száma egyre szaporodik, most már 100-hoz közelít, ugye azt hiszem a 90-et már túl is lépte. Nincs sok remény arra, hogy egy konkrétumot határozott megállapításokat tartalmazó új szövegben 90 ország konszenzusra tudna jutni. A szokásos megoldás az, hogy ilyenkor kiveszik a szövegből a kritikus pontokat, én úgy mondom, hogy kilúgozzák a szöveget, és maradnak az általánosságok, amikben lehet konszenzusra jutni, az nagyon szép, de nem jutunk vele 5-ről 6-ra, tehát nem leszünk okosabbak, hogy most mi az, ami legális, és mi az, ami illegális, mondjuk az űrbányászatot illetően. Tehát én nem látok túl sok reményt arra, hogy itt egy új szerződés születne. Értem, köszönöm. Ugye egy másik hozzászóló szkeptikus a jogi szabályozás illetően, Zsolt azt írja a Facebookon, igenis közben ezt kikristályosodott, hogy a Facebookon lehet kommentelni, amiket nekünk ide bemásol a kolléganő, innen látjuk a kommenteket. Tehát Zsolt azt írja, hogy bármennyire is próbálkoznak a jogi keretek megszabásával, amíg nincs mit effektíve kibányászni, addig ez nem fog menni. Amikor pedig már van mit, akkor egy ilyen új vadnyugat fog igazából létrejönni, és aki hamarabb odaér, azért lesz az ásványanyag és a bányászat joga. De ő azt írja, hogy egyébként távlatokban nézve mindenképp az emberiség fog profitálni belőle, még a kezdeti vadűrkapitalizmus idején is, ez zárójelve, ezt idézem, hiszen, bár tetszik, hiszen végre tartósan kilépünk a földről, és birtokba veszük a világűrt. Most ezzel kapcsolatban jutott nekem az eszembe, és itt Pucman Ádám megemlítette már azt a kérdést, hogy azért jártunk már itt, már nem az űrben, és nem szó szerint, de hogy ilyen problémákkal találkoztunk már a nemzetközi jogban, amikor elértünk arra a technológiai fejlettségi szintre, hogy a tengerek, óceánok alján található kőzet lemezeket is elkezdjük bányászni. Ugye ezt ide is el kellett érni, ez a 70-es, 80-as évek környékén volt, és ott egy hasonló folyamaton mentünk végig, hogyha Ádám egy pár mondatban összefoglalnád, hogy ott hogy sikerült megegyezni egy olyan rezsimről, amiről már a kevesebb beszélünk, mert működik. Hát igen, picit messziről indulna, az elejétől kezdeném. A lényeg az, hogy úgy kezdődött el az egész, hogy a 80-as években a nemzetközi jogban a Montego Bay egyezménynek a 11. cikke elutasítása került. Ez szabályozta volna a Nemzetközi Tengerfenék Hatóságnak a gyakorlati oldalát, és voltak benne rendelkezések, amelyeket vagy a fejlett, vagy a fejlődő államok utasítottak el. És ennek alapján az elutasítás során után tulajdonképpen a fejlett államok, Egyesült Államok, Szovjetunió, Japán elkezdtek nemzeti szinten is szabályozni ezeket a tengerfenék kitemeléseket. Viszont ott is az volt a legnagyobb probléma, hogy ha jogvita keletkezik, akkor mi az eljárás? És végül elérte azt a kritikus pontot, hogy mind a fejlődő államok, mind a fejlett államok a 90-es évek legelején tulajdonképpen meg tudtak egyezni, és megváltoztatták a Montego Bay egyezményben lévő rendelkezéseket, és módosították egy újabb egyezménnyel, ugye itt jön be ez a speciális szabály, lerontja az általános szabályt esete, hogy 94-ben New York-i egyezménnyel újra definiálták a Nemzetközi Tengerfenék Hatóságnak a intézményeit. Tehát például olyan szempontok domináltak, hogy technológia átadás. A Montego Bay egyezményben a korábbi szabályozásban ott kötelező volt. Ez miatt került elutasításra, például a fejlett államok részéről. Viszont a legújabb, tehát a 94-es egyezmény szerint ott tulajdonképpen nem kötelező, hanem tulajdonképpen a fejlődő államok saját maguk döntetnek arról, hogy egyességet kötnek el a fejlett államokkal, vagy a szabad piacon szerzik be ezeket a technológiákat. De tulajdonképpen a kettő között, a világűr és a tenger között az a különbség, hogy míg a tengert már jobban ismerjük, mint a világűrt, így könnyebb is volt a szabályozás, viszont tulajdonképpen nem tudom, hogy érdemesen megemlítenem, hogy ilyen pillanatban milyen kritikák is hangzanak el a
a Nemzetközi Tengerfenék Hatóság működésében. Szerintem ne menjünk ennyire bele, annál is inkább, hogy közben jönnek újabb kérdések. Okay. Annál professzor is bejelentkezett, de ő szintén jogi kérdést tesz fel, de én most egy kicsit visszaadnám elődnek és Szaniszlónak is a szót, mert lehetett olyanokat is hallani, hogy az is, hogy egyrészt kettős a kérdés, hogy valójában számos olyan aszteroidát fedeztek föl, amiben olyan értékű ásványi anyagok vannak, itt nikkel, platinum, ilyenekről lehetett hallani, amik hát ilyen átvitt értelemben és szó szerint csillagászati összegeket mondanak, hiszen a Bridge GDP-vel hasonlítják össze például egy aszteroidának az értékét a benne lévő platinum alapján. Hogy ezekről mit tudtok? A másik kérdés pedig az, hogy az valóban van-e arról gondolkodás, hogy ezeket hogyan szelídítjük meg, ezeket az aszteroidákat, hogy esetleg a Föld vonzás körzetébe téríteni valahogy, vagy a Hold vonzás körzetébe, hogy könnyebben lehessen rajtuk későbbiekben kitermelni. Előtt Szaniszló, bármelyikőtök. Én hadd kezdjem azzal, hogy nem véletlenül hoztam föl a Beringer kráter példáját, hogy Beringer 27 évi ásás után csődbe ment. Tehát ő is arról ábrándozott, hogy ott milliárd dolláros vagyont rejt a kráter fenekén a föld mélye, és ezt csak éppen le kell ásni pár száz méter mélyre, és már is szert teszünk erre a csodás vagyonra. Ugyanebbe a hibába esnek azok is, akik most itt felszorozzák, hogy mennyibe kerül ma piaci áron egy tonna vagy egy kilogramm platina, mekkora az a kisbolygó, és akkor csak oda kell menni, haza kell hozni, és már is meggazdagszunk. Erre volt egy pár hónappal ezelőtt az űrvilágon is megírtam, egy közgazdász fejtegette azt, hogy azért nem minden fenékig tejfel, tehát szó nincs arról, hogyha sikerülne is valahogy hazahozni, vagy elhozni a földre egy ilyen millió tonnás ércet, vagy tiszta fémet, akkor az nem csökkentené le annyira a piaci árát ennek, hogy aztán szerte foszlik az egész haszon. Ugye, hát ha óriási a kínálat, akkor leesnek az árak. A másik az, hogy haza lehet-e hozni egy kisbolygót, hogy könnyebb legyen kibányászni. Ugye voltak ilyen tervek egy olyan évtizeddel ezelőtt az Egyesült Államokban, hogy majd befogunk egy kisbolygót, és Hold körüli pályára, Föld körüli pályára, bárhova ide terelgetjük, és akkor majd itt könnyebb lesz kibányászni, csak az Orion űrhajóval oda kell menni az űrhajósoknak. Na most az Orion űrhajó az még készülget, a tervről azonban letettek, mint hát egy kicsit elrugaszkodott és őrültségnek tűnő tervről. De Szaniszló, mondja te is. Én inkább azt támasztanám alá, amit az előbb is mondtam, hogy a tudás megszerzés az a közös kincs. És ezen a területen látszik megvalósulni az a sok szép jogi állam és elképzelés is, amit a kolléga urak szóltak, mert hiszen tekintsük ugye a NASA közegyűjtését. Lehetővé tette, hogy egyetemek kölcsönözzenek, mi már több mint 25 éve kölcsönözzük. És ezt a jó példát követték a japánok. A japánok az Antarktiszon gyűjtenek már 30-40-50 éve, és ők is elkészítettek ilyen mintakészleteket, ők is kölcsönzik a többieknek. Tehát szinte láttam azt a paragrafust, amit az előbb láttam, hogy a tudományos területen ez a kölcsönzés, ez amennyire lehet megvalósul, és szerintem, ha a kabai meteoritból néhányan kértek, néha még azokból is kaptak, tehát általában a tudományos kölcsönzés az, ami a világűrből ide érkező anyagokat, vagy így mondjam, hát elérhetővé teszi, és ez a terület lesz az, ezekkel a hatalmas konferenciákkal is, az ismeret kicserélése. Hát most már nem csak a New England Planetary Science konferencia, hanem Európai Planetary Science konferencia. Japánok is szervezik évente, oroszok is, valószínűleg, hogy most már a kínaiak is, van csak ott a betű a nehézség talán kicsit. Tehát ez el fog harapózni, tehát ezen a szép, csendes, tudományos szinten megvalósulva. De van egy másik ága is, ez például a zaharai gyűjtés, ahol a meteorit gyűjtés kenyér keresett forrása. Azt szépen meg lehet csapolni, tehát a világűr anyagoknak a legnagyobb piaca ma szerintem a meteoritek területén van, másod pedig
ilyen módszeres, nagy mennyiségű összegyűjtés az valószínűtlen szerintem. És csak ehhez egy szót mondok, ugye a tudományos célra történő használás az, ahogy Gábor mutatta az ENSZ egyezményeknek a szövegét, az vitán felül áll, hogy tudományos célra természetesen szabad. Ugye, és aztán ott vannak ennek ilyen folyamányai, hogy ha én ott építek egy kis házat, és abba tudományos kutatást végzek, akkor az még ebbe beletartozik, vagy nem. Ezen lehet vitatkozni, de hogy a tudományos kutatás szabadságát megengedik ezek az egyezmények, azt hiszem, hogy ez vitathatatlan, ugye ebbe egyetértetek. Igen. Röviden. Köszönöm. Almár Iván tanár úrnak a kérdése, hogy vannak-e hasznosítható tanulságai az Antarktiszon folyó nemzetközi tevékenység szabályozásának a világűrünk szempontjából. Nézek a két jogászra. Gábor? Köszönöm szépen. Feltétlenül vannak, tehát ugye éppen az előző hozzászólásból derült ki, hogy vannak párhuzamok. Ugye maga a státusza is hasonló az Antarktisznak, illetve a világűrnek, ez a res communis omnium státusz. És van még egy nagyon érdekes párhuzam, hogy az Antarktisz kapcsán is ugye felmerült már az ásványi erőforrások kiaknázása. Jött is létre erről egy egyezmény, 1988-as Wellingtoni egyezmény. És itt Ádámra nézek, és majd lehet, hogy tovább is passzolom neki a szót, mert ezzel részletesebben foglalkozott. És ugyanarra a sorsra jutott, sőt, rosszabb sorsra jutott, mint a hold megállapodás, ugyanis ez eleve nem lépett hatályba, tehát teljes egészében papíron maradt, ugye a hold megállapodás legalább 18 részes állam körében kötelező, és a Wellingtoni egyezményt, ugye ami az ásványanyagok kiaknázásáról szólt volna, egyébként egy jó részletes, alapos egyezmény, azt egy környezetvédelmi tárgyú egyezményen váltották fel. És vissza is adom akkor Balázs neked a szót azzal, hogy Ádám valószínűleg további részletekkel tud szólni. Ádám, tőle szó. Köszönöm. Igen, vannak hasznos tanulságai, hogy hogyan nem kellene. Itt három dolgot lehetnék kiemelni. Egy, maga a szakirodalom egyébként a Wellingtoni egyezményt úgy jellemzi, hogy closed shop, tehát bezárt volt, mert hogy csak azoknak az államoknak lehettek volna tényleges döntéshozatali joga, akiknek voltak, vagy vannak területi igényeik az Antarktiszon. Másrésztről a tagság kérdése. Szintén megkötés volt az, hogy csak olyanok léphettek volna be, mindenki számára szabad volt egyébként, de a feltételek azok voltak, hogy tudjon kitelmenni, de legyen egy ilyen képessége, és ebből az volt a gond, ebben az volt az a gond, hogy mondjuk egy olyan állam, ami nem tőke, nincsen tőkéje, az nem fogja tudni ezt megcsinálni, és nem tud kvázi abba a tanácsba bekerülni, amelynek a döntését ténylegesen meghatározzák az adott területnek a szabályozását. És a harmadik, amit már korábban kiemeltem az adásomban, a haszonnak a megosztásának a kérdésféle. Itt szintén nem lett volna megosztás, hogyha egy adott állam kitelmel, az csak ő saját haszna miatt tette volna meg, és nem lett volna, és nem is volt olyan előírás, hogy ezt neki kötelező jellege bárkivel meg kellett volna osztania. Ennyit akartam elmondani, köszönöm. Köszönöm szépen. Még felmerült bennem környezetvédelmi kérdés is. Nem csak azért, mert ezek manapság szinte megkerülhetetlen kérdések, bármiről is beszélünk, de ugye itt felmerül az is, hogy bányákat nyitnak esetleg a Holdon, tudom, távol jövő, de ezekről is rendelkezik egyébként a világűr egyezmény. Gábor, tudsz esetleg mondani környezetvédelmi megfontolásokról is pár szót? Köszönöm szépen. Igen, sőt, egy kicsit talán tágabb kontextusba helyezném, hogyha lehet. Nyilván a környezetvédelmi szempontok is már nyomokban felelhetők a világűr tevékenység kapcsán, sőt, több mint nyomokban, tehát vannak markáns területek, ahol ezek érvényesülnek. Az űrbányászatra vetítve igazából több olyan részben környezetvédelmi, részben egyébként az űrtevékenység biztonságát érintő kérdés van, amelyek majd megnyugtató rendezésre várnak. Ugye elhangzott már
Az egyik ilyenként a bolygóvédelem. Most a bolygóvédelemmel az a helyzet, hogy ha jól látom, akkor eredetileg két angol kifejezés van, amik jól elkülöníthetők egymástól, de mind a kettőt bolygóvédelemnek lehet lefordítani. Az egyik a planetary protection, a másik pedig a planetary defense. Az előbbi, tehát a planetary protection, ez ugye bár arról szólna, hogy elkerülendő mind a meglátogatott égitest, mind pedig a föld, tehát oda-vissza irányban ezeknek a káros szennyezése. Például a mikrobiális élet behurcolásával, stb. A planetary defense az pedig hát tulajdonképpen a meteoritok becsapódásával szemben, különösen nagy méretűekkel szemben kívánja védeni a Földet. Ezután a kis fogalmi tisztázás után, tehát tulajdonképpen a planetary protection az, ami környezetvédelmi aspektusokkal is rendelkezik, és hát ezért is tüntettem fel az első ilyen a COSPAR-nak a bolygóvédelmi politikáját, ami ezt nagyon részletesen szabályozza, meg különböző űrügynökségek is ugye ezt részletesen szabályozzák. Most megnéztem, hát ez ugye alapvetően technikai kérdés, de például a Hold, az a COSPAR kategorizálása szerint az ötödik kategóriába tartozik, és azon belül úgynevezett Unrestricted Earth Return alkategóriába, ami azt jelenti, hogy ha onnan visszahozunk valamit, akkor az korlátozás nélküli visszatérés jelent a Földre. Ideértve jelen állás szerint mondjuk a kitermelt anyagokat is. A Mars például Restricted Earth Return, tehát ott tulajdonképpen zár alá kell helyezni a visszahozott mintákat addig, amíg be nem bizonyosodik, hogy sterilek. Tehát ez egy aspektusa, amit így meg lehetne említeni. A másik az az űrszemét kérdése. Nyilván nagy erőfeszítéseket tesz mindenki az űrszemét mérséklése érdekében, és a Világűrbizottság ugye ezen a téren is élen járó az iránymutatásaival, de minél nagyobb lesz a forgalom, annál több űrszemét lesz. Még akkor is, hogyha tényleg most már többször felhasználható elemek vesznek részt az űrtevékenységben, lásd SpaceX és a többiek, de ettől függetlenül a szemét mennyisége az valószínűleg növekedni fog a forgalom növekedésével együtt. Ez csak két olyan aspektus, ami kapcsolódik a környezet. Ez szinte független az űrbányászattól is, hiszen hogyha csak a májusi beszélgetést nézzük a megakonstellációkról, 42.000 műholdat akar a SpaceX a Világűrbe felküldeni, és több ilyen egyéb szolgáltató is van, ez már önmagában aggodalomra adhatok ott az űrszemét szempontjából. Ugye azt mondják, hogy az űrszabályozásnak a legnagyobb kihívásai az űrszemét problémája lesz a közeljövőben, az űrközlekedés, a Space Traffic Management, és hát nyilván, hogyha odaérünk technikailag, akkor az űrbányászat kérdése is. Szanisztó, esetleg megemlítenéd, hogy mi ez a hélium 3, amiről sokat lehet hallani, mire lehetne ez hasznos, és hogy képzelik el ezt bányászni, ez egyik. A másik pedig, ugye, amiről most lehetett olvasni, hogy a Holdon vizet találtak, és ugye ez azért lesz fontos, mert az ottani bázisoknak a fenntartásához nélkülözhetetlen onnan kinyert víz, hiszen nem lehet mindent a Földről felvinni. Az első kérdésre végül is nem nehéz válaszolni, abból a szempontból, hogy mire lehet felszállni. Hélium 3 az egy olyan atommag, amivel ugye megvannak két proton, hát hiszen ezért hélium, de csak egy neutron van, tehát ennek a felhasználása egy fúziós erőműben történne. De persze a fúziós erőmű nagyon lassan készül, viszont óriási anyagmennyiséget egyszerűen valamilyen kémiai módszerrel át kell forgatni, mert főleg a holdi porban fordulna elő, tehát ezért én sokkal többet erről nem tudok, de a világhálón elég sokat lehet olvasni, hogy milyen energiája van, stb. Az ilyen típusú termelésnek. A másik kérdése az érdekes a válasz, mert ugye ezekkel a sugárzásos módszerekkel, a neutronokat tulajdonképpen észlelő módszerrel azt állapították meg, hogy a talajban, a Marson is, a Holdon is található bizonyos mennyiségű
hát H2O-vá alakítható, de nem tudják, hogy milyen formában. Tehát oda először le kéne szállni ezekhez az északi vagy déli pólusnál lévő kráterekhez, mert nem ismerik, hogy milyen formában van ott ilyen a víz. Azóta a Marson kiderült, érdekes epizód volt, hogy hamarabb végezték a talajban lévő víznek, a víztartalomnak a mérését a Marson és a Holdon, mint a Földön. Pedig hát erre ugye a meteorológusok a megmondhatója, akik éppen a talajban lévő vízzel kapcsolják össze a fölötte lévő 10 kilométeres légoszlopnak a működését, és ebből is nagyon sok érdekes eredményt hoztak, például az Ács Ferenc, ha jól emlékszem, foglalkozik ilyen modellezéssel a meteorológia tanszéken, de hát a talajban lévő víznek egyre nem tudjuk, hogy mi a szerkezete. Földi Tivadar kollégánknak is volt egy modellje, abban pedig a Hold ugye mindig átmegy a Földnek az uszáján, és abból befog valamilyen mennyiségben oxigént, és akkor az oxigén ott egyesülve a hidrogénnel olyan egységeket képez, amit persze ő a por elektrostatikus szerkezetével lényegében egy ilyen lassú drift mozgással, vonszolással, hogy egy magyar szót használjak, elektrostatikusan gyűlik össze a póluson. Na, de akkor ez egy porba beágyazott víz, amit megint valamilyen különleges módon kell onnan kiszabadítani. Tehát egyáltalán, majdnem azt mondom, újra az kerül előtérbe, csak most műszaki szempontból. Milyen különleges technológiákat kell kifejleszteni arra, hogy ezeket a poláris, vagy valamilyen porral kapcsolatos vizeket felszabadítsák a későbbi holdi bázis számára. Ugye ez ugyanígy érdekes lesz majd persze a Mars esetében is, csak ott direktbe láttuk már, hogy például a Phoenix is kaparta a talajt, és ott megmutatkozott a jég. Tehát nem ilyen egyszerű helyzet szerintem a Holdon, és egyáltalán még arról nincsen adat. Tehát a Holdon egy nagyon érdekes porral, molekulákkal, víz jelenlétével kapcsolatos, hát hogy mondjam, fizika, kémia van jelen, amire külön űrszondát készítettek egyébként erre a lebegő porfelhőre az amerikaiak, a LADE, amiben egyébként ott a kolorádói magyar fizikusok is be vannak kapcsolódva, és ennek a segítségével lehet majd szép lassan tisztázni, de szerintem ahhoz még egy-két ilyen elektrostatikus leszálló űrszonda is kellhet a Holdra, hogy ennek a víznek a tulajdonképpen szerkezetét kimutassák. Tulajdonképpen kicsit csodálkozom azon, hogy nincs pont éppen, mert ez lenne az egyetlen egy olyan űrbányászat, ha így van, persze technológia oldalról, hogy milyen formában van jelen ott az északi vidékeken a H2O, vagy amit annak vélnek a Holdon. Ez majdnem azt mondjuk van a holnapi problémája az űrbányászatnak, az összes többi az mind állam ezekkel a vasakkal, meg kövekkel, meg aranyakkal, meg mindenne, de ez a kicsi mennyiség, ami majd aranyat ér az űrhajósoknak, akik a Holdon tartósan tartózkodnak, erről én sajnos még semmit nem tudok. Ha már úgyis be van kapcsolva a mikrofonunk ehhez, csak annyit hadd mondjak, hogy amikor ilyen kis mennyiségben van jelen ugye a Hold közetben az a keresett anyag, akár a hélium-3, akár a víz, vagy annak valamilyen formája, ahogy mondtad, akkor ez már is fölveti a környezetvédelem problémáját, ugye, mert akkor ez azt jelenti, hogy egy maréknyi anyag kitermeléséhez óriási mennyiségű kőzetet kell megmozgatni. Abból mi lesz? Hát csinálunk egy nagy meddőhányót a Holdon. Igen. Ugye? Igen. Tehát erre is gondolni kell, amikor azt hisszük, hogy a Holdra oda megyünk, és akkor kinyitjuk a vízcsapot, és már is folyik a víz. Hát igen, azért nem ilyen egyszerű a helyzet. Most mondjad. Az űrbányászatra való fölkészülés az itt a Földön, a környéken látható üzemek meglátogatásával kezdődik. Úgyhogy nagyon jó diplomunka a téma talán a műegyetemistáknak is, de itt nagy lehetőségek sorakoznak. Köszönöm szépen. A kérdésem az, hogy bárkiben marad még olyan mondani való, amit szeretne most megosztani, mert hogy a végéhez értünk a mai beszélgetésnek lassan. Ha nem, akkor
Én nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki részt vett ma ezen a közös gondolkodáson, pódiumbeszélgetésen, különös tekintettel természetesen az előadóinknak, illetve a háttérben dolgozóknak, a Galileo Webcastnak, Tepiszki Istvánnak, Székely Annának, Krisztinának, aki lehetővé tette, hogy itt mindenféle technikai fennakadás nélkül ebben a járványhelyzetben is tudjunk egy, hát nem is konferenciát, de egy közös gondolkodás beszélgetést tartani egy igen izgalmas témáról. Kíváncsi lennék mindenkinek a véleményére, de ez most nem egy nyílt kérdés, hogy egyébként mi a véleménye majd a pandémia után erről a társadalomnak, mert igazából 70-en néztek végig az előadás alatt, ami szerintem egy szép szám is, hogyha ezt mondjuk a Ludovikán tartjuk meg. Nem tudom, hogy 70 ember munka után beül az autójába és eljön az egyetemre, hogy ezt meghallgassa. Igazából itt ez egy nagyon hatékony információ megosztási platform, de azért mégsem látjuk egymást, mégsem ugyanaz. Nem markoljuk meg a száraz pogácsát a beszélgetés után, nem nézzünk egymás szemébe, hanem kimegyek és megeszem a vacsorámat. De azért mégis hasznos platform ez, és külön köszönöm tényleg szervezőtársunknak, a Magyar Asztronautikai Társaságnak, akivel bízom benne, hogy a jövőben is együtt tudunk működni. A mi részünkről várhatóak további programok is, annál inkább, mivel most kaptuk a hírt, már nem az előadás alatt, hanem két nappal korábban, hogy az Európai Űrügynökségnek az űrjogi központja az a mi egyetemünket választotta arra, hogy Nemzeti Közszolgálati Egyetemet, hogy nemzeti kapcsolattartó legyen űrjogi kérdésekben. Ugye a kutatóműhely vonatkozik szociológiai és hadtudományi kérdésekre is, de űrjogi kérdésekben Magyarországon az NKRS a kijelölt kapcsolattartó az ESA-val való űrjogi kutatásokban. Azonban ez természetesen nem egy kizárólagos dolog, hiszen ahogy a példa mutatja, már most is több jogi egyetemmel működünk együtt, ideértve különösen a Győri Egyetemet, ugye Sólyogából professzor, aki egyben kutatóműhelyi tag, egyben az ottani professzor, és hát természetesen nyitottak vagyunk minden egyetemmel együttműködni, hogyha erre igény van, úgyhogy forduljanak hozzánk bizalommal. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Előd. Igen. Igen, Balázs, egyrészt gratulálok ehhez az ESA kapcsolathoz, amit említettél, de én csak annyit szerettem volna mondani, mivel ez egy Manttal közös rendezvény volt, én köszönöm szépen neked a szervezést, a két jogász kolléga meghívását, úgyhogy én a Mant nevében hadd mondjak annyit a köszöneten túl, hogy én remélem, hogy ez a sorozat folytatódik, akkor is, ha már nem én leszek a MANT elnöke, de itt valami jó kezdeményezés elindult, és talán lesztek máskor is NKE MANT közös gondolkodások és rendezvények, akár személyesen, akár online, majd meglátjuk, mit hoz a jövő. Köszönöm szépen, Balázs, csak ennyit szerettem volna mondani. Így legyen, köszönjük szépen, és minden résztvevőnek információként szeretném elmondani, hogy az előadás elérhető lesz, utólag visszanézhető lesz a YouTube-on. Ennek a pontos időpontját még nem tudjuk, de az információs csatornáinkon ezeket időben fogjuk mindenkinek a tudomására hozni. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, további szép estét kívánok mindenkinek!